Új elnököt választott a Magyar Gerinc Gyógyászati Társaság 2012. decemberében. A közgyűlés dr. Somhegyi Anna Máriát választotta, az Országos Gerinc Gyógyászati Központ prevenciós igazgatóját. A Magyar Gerinc Gyógyászati Társaság egy olyan interdisziplináris, tehát sok szakmát magában foglaló társaság, ahol mindazok az orvosok és nem orvos dolgozók, egészségügyi dolgozók, akik a gerincbetegek gyógyításában részt vesznek, tagjai a társaságnak, tehát együtt vannak. Az is az értelme a dolognak, hogy tudjunk egymás területeiről, és közösen tudjunk tovább javítani a gerincbetegek sorsán. A Gerincgyógyászati Társaságnak prevenciós törekvései is vannak kezdettől fogva, 95-ben alakult egyébként a társaság. Úgyhogy a mostani időszakban, amiben én leszek az elnöke a társaságnak, azt szeretném elérni, hogy a prevenciós törekvéseinket tovább vigyük, és tulajdonképpen most már siker kapujában vagyunk, tehát sikerre vigyük. Egyrészt, másrészt pedig vannak bizonyos területei a betegellátásnak, ahol jelenleg még nem kielégítő az egészségbiztosítónak a finanszírozási hozzáállása, és ezeken jó lenne javítanunk, mert a betegeknek nagy hasznára válna. A Magyar Gerinc Gyógyászati Társaság prevenciós programja 1995 óta működik. A megalakuláskor két fontos célkitűzésük volt: csökkenteni a felnőttkori porckopásos gerincbetegek számát, valamint az, hogy a testnevelésbe beépüljenek a speciális tartásjavító gyakorlatok. A Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programját annak idején 95-ben azzal a két célkitűzéssel indítottuk, hogy a felnőttkori porckopásos gerincbetegségeknek az elsődleges megelőzéséért két dolgot elérjünk. Az egyik a mindennapi testnevelés a gyerekeknek az iskolában, a másik pedig, hogy ennek a testnevelésnek a részeként egy speciális tartásjavító tornát végezzenek minden gyerekkel az iskolai testnevelésben. 95-ben azzal kezdtük, hogy az Egészségügyi Minisztérium támogatását ehhez megnyerve létrehoztuk, tehát gyógytornász tagjainkat felkértük, hogy hozzák létre azt a speciális tartásjavító mozgásanyagot, amelyet a testnevelés órában, a gimnasztika részeként minden órába beépítve rendszeresen végeznek a gyerekek, akkor ezzel kialakul az a helyes testtartás, automatizálódik és kialakul, fennmarad az a helyes testtartás, ami a felnőttkori porckopásos gerincbetegségek megelőzését célozza. Hát ezért nagyon sokat kellett aztán tennünk, ezt a mozgásanyagot videón és könyvben jelentettük meg, és a testnevelőket felkerestük először Budapesten, aztán amikor híre ment, akkor országszerte hívtak minket mindenfelé, és ezeket a képzéseket az Egészségügyi Minisztérium pénzén így ingyen tudtuk csinálni, az anyagokat ingyen oda tudtuk adni a testnevelőknek, és egy honlapot tudtunk működtetni, amin pedig rögzítettük a testnevelőknek az izomtesztjeit, mert hogy ez a tartásjavító torna egy izomteszt anyagot is tartalmaz magában. És hát ez így ment, és természetesen már mindjárt az elején tudtuk, hogy el kell majd érni a szabályzásokban is a megfelelő változásokat, ezért nagyon sokat dolgoztunk, és végül elértük, hogy lényegében minden szabályozó tartalmazza, tehát a Nemzeti Alaptanterv és a testnevelési kerettantervek 2003 óta tartalmazzák ezeket a követelményeket. Dr. Somhegyi Anna Mária beszámolt a rövidtávú kutatások eredményeiről is. Rövidtávú eredményeket is lehet látni, tehát hogyha elkezdik csinálni a gyerekekkel, akkor ezt már többször kutattuk, csak azért, hogy tényleg rögzítsük az eredményeket. Ha a gyerekekkel rendszeresen csinálják ezt a tartásjavító tornát, akkor a gyerekek testtartása javul, és ez mérhető az izomállapotukon, ezekkel a bizonyos izomtesztekkel is, amit a mozgásanyag maga is tartalmaz, illetve hát külső mérőeszközökkel is. A legújabb kutatásunkban külső fizikális mérőeszközöket is alkalmaztunk, és azzal is mérni lehetett az eredményességét. Tehát ez rövid távon is látható eredményt hoz. Azt mindenki tudja, hogy egy görbetartás az csúnya is, viszont a szép tartás feltűnik az embernek akár az utcán, meg a villamoson is. Tehát így egy látványos eredmény, amit mondhatunk. Az, hogy aztán a felnőttkori porckopás milyen mértékben fog csökkenni, hogyha a testnevelésben mindez elterjed, az tulajdonképpen rendkívül hosszú népegészségügyi kutatásnak lehet a feladata, hogy ezt bemutassa. Hát egy ilyen kutatásnak a megszervezése és lebonyolítása, ugye több 10, legalább vagy 15 vagy 20 éves kutatás kéne ehhez. Hát ez alig valószínű, hogy valaha is létrejön. Jó lenne, mert ezt a szakirodalom is leírja, hogy ilyen kutatásra szükség volna, ilyen hosszú távú követéses kutatásra, de erre pillanatnyilag nem tudunk gondolni, mert nem látjuk, hogy kinek van erre szándéka, hogy ilyen hosszú kutatást, egy bizonyos gyerekanyagot felnőtt korában is még tovább kutatva végig tudjon vinni, és ezt finanszírozza. De ez jó lenne, erre szükség lenne.
A Magyar Gerincgyógyászati Társaság közel 20 éves munkájának köszönhetően a jelenlegi kormány programja hangsúlyosan tartalmazza a gyerekek egészségének védelmét. Sőt, munkatársaiknak is köszönhetően bevezették 2012. szeptemberében a mindennapi testnevelést a közoktatásba. A mindennapi testnevelés az nem csak a gyerekek gerinc állapotának a javítására, tehát a gerincbetegségek megelőzésére való és szükséges, bár mi elsősorban ezért küzdöttünk érte, de mi is, mint orvosok tudjuk, hogy nagyon sok más népbetegségnek a megelőzését is szolgálja, és ez aztán csak fokozta a mi erőfeszítéseinket is, tehát azt a tudatot, hogy ezt el kell majd érnünk, és így történt, hogy nagyon sok más orvosi szakmával közösen küzdöttünk ezért, és hát nem is volt egy könnyű küzdelem, de hála jó Istennek, hogy végre 2011. decemberben úgy fogadták el a közlevelési törvényt, hogy abban ez benne van, és idén ősztől felmenő rendszerben meg is valósul. Dr. Somhegyi Anna Mária felhívta arra is a figyelmet, hogy a gerincbeteg gyermekeknek gyógytornára lenne szükségük, amit a gyógytestnevelés maximum csak kiegészíthet. A gerincbeteg gyerekeknek volna szükségük arra, hogy gyógytornász kezelésébe kerüljenek, és hát ennek sok nehézsége van, mert az egészségügyben sincs annyira finanszírozva a gyógytornász, mint amennyire kellene, és ezért az egészségügyben sokszor felnőttekkel teszik közös csoportba a gyerekeket, és akkor ezt elkerülendő elviszik a szülők egyéni gyógytorna kezelésre, de az már pénzért van, mert az nincs finanszírozva eléggé a biztosító által. Na, ezen kellene segíteni, jó lenne, hogy el tudnánk kérni, hogy legyen finanszírozva olyan iskolai utazó vagy vándorló gyógytornász, aki bemegy az iskolákba, és ott mondjuk hetente kétszer megtornáztatja azt a néhány gyereket, akinek gerincbetegsége van, és akkor rendszeresen tényleg részesül abban a gyógytornában, ami a gyógyításához szükséges, mert a gyógytorna addig hat, amíg csinálják. Minden esetre a gyógytornát a gyógytornász nyújtja. Ez az, amire szüksége van egy betegnek, a gyógytestnevelés ezt legfeljebb kiegészítheti. A 2012-ben újrafogalmazott nemzeti alaptantervben újra kiépül a szakmai ellenőrzés az oktatás ügyben, ami a szakmai elvárások megvalósulását jelentősen elő tudja mozdítani. Hát most hál' Istennek a köznevelés arra fele megy, hogy a szakmai ellenőrzés rendszerét újra felépítse, és azt igyekszünk elérni, hogy ebbe legyen olyan belefolyásunk, hogy a jól végzett tartási javítás és a többi, amik szükségesek a gyerek egészségéhez, ezek bekerüljenek az ellenőrzési szempontok közé, és akkor így biztosak lehetünk benne, hogy tényleg a gyerekek részesülhetnek majd ezekben. A Budai Egészségközpont szakkórházaként működő Országos Gerincgyógyászati Központ komplex ellátást biztosít a gerincbetegek számára. És nem csak országszerte, hanem európai szinten is egyedülállóak a prevenciós tevékenységük révén. Itt a gerincgyógyászati központban valóban nagyon sok oldalúan, sőt komplexen állunk hozzá a gerincbetegek gyógyításához, és hát ennek egyik eleme egyébként éppen a prevenció is, mert nem nagyon van másik kórház, ahol a megelőzésre embert tartanak, foglalkoztatnak, fizetnek, és hatékonyan belefolynak a megelőzési programoknak a kialakításába, a népegészségügyi programnak az alakításába. Nálunk ez van. De ezen kívül a gyógytornával történő gyógyítás, a pszichológiai eszközökkel történő segítség, a gyógyszeres, infúziós, injekciós kezelések, és hát a műtéti kezelés, ezek mind itt helyt kapnak a mi intézményünkben. Nem csak műtéti, hanem mentális segítséget is nyújtanak a betegeknek pszichológiai ellátás keretében. Akinek fáj valamije, és nem két napig, hanem hosszasabban, annak azért bizonyára sérül, ezt mindenki tudhatja, akinek már volt ilyenben része, sérül a lelki egészsége is, és már ezért is szükség van arra, hogy a pszichológus ebben segítsen neki. És másik betülete a dolognak, hogy sokszor a fájdalmat, vannak olyanok, akik a fájdalmat azért érzik, mert esetleg van egy kicsi porckopás is mögötte, de nagyobb a lelki teher, amit nem bírnak éppen elviselni, és ez jelentkezik egy bizonyos fájdalom képében. Hát ilyenkor még inkább szükség van a pszichológus segítségére. És hát tulajdonképpen a pszichológus még abban is segíthet, hogy egy műtéti kezelés mennyire lesz majd eredményes, sőt, még abban is segíthet, hogy mennyi gyógyszerre van szükség az altatáshoz. Tehát elképesztő, hogy a pszichológusok munkája milyen sokoldalú és milyen hatékony. Stábunknak lehetősége adódott arra is, hogy bepillantást nyerjen egy gyógytorna foglalkozásra.